reggel fel is ébredsz. Más számokkal képzelsz. Statisztikai index megbolondít. Reppelve mesélik el, mi a szép a közgazdaságtanban, a Tolna megyei szakképzési centrum Bezérédi István technikum diákjai. A csapat ezt a videót a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara pályázatára készítette. Noémi, aki ugyanúgy csapattársam, ő régen ilyen vicces reppeket írt, és ebből jött, hogy mivel ez a kategória is van, ez az ágazata, akkor csináljuk ezt. A szöveg pedig arról szól, amiről tanulunk jelenleg, és hogy mi ezt mennyire élvezzük, mert hogy minden tanúránk játékosan van valahogy megcsinálva. Vannak természetesen száraz tananyagok is, amiket kötelező megtanuljunk, viszont van olyan része a tananyagunknak, ami nagyon egyszerű és nagyon könnyen megy. Ezeket a részeket próbáltuk inkább belevinni, de az igazságot is azért, hogy van nehezebb tananyag, nem egyszerű, tény is való, viszont nagyon jó szakmai. Mikor felvetettem a lányoknak ennek a videópályázatnak az ötletét, akkor rögtön fölcsillant a szemük, hogy ők nagyon szeretnek reppelni, és hogyha esetleg a közgáz szakmát így reppes formában be tudnák mutatni. Elgondolkodtak rajta, és egy hét múlva már az első verszak meg is volt. Nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Látszik rajtuk az érdeklődés, nagyon jó hozzászólások van, jó eszű gyerekek, úgyhogy azt hiszem elmondhatom tényleg, hogy meglepő módon nagyon-nagyon szeretik a szakmát, mert hogy egy kis logika ott van, akkor már gond nincsen a közgázzal, az biztos. A pályázat második helyezettje a vendéglátóipari szakmákban kalauzolja el a nézőt. A diákok elmondják, hogy kinek érdemes pincérnek, vendégtérni szakembernek tanulnia, és pontosan miből is áll ez a szakma. Pincér szakmát mutattuk be, és igazából hát mi ebbe dolgozunk már most is, és ezért szerettük volna bemutatni. Hát megmutattuk a legfőbb tevékenységet. Hát például egy limonádékészítés, vagy egy kávékészítés. Van benne ugye sörcsapolás is, meg koktélkészítés. Nagyon örültem neki, hiszen nagyon sok munkát fektettek bele a lányok. Úgy gondolom, hogy nagyon jó szakmát választottak, és az, hogy ezt bemutatják, és ilyen jól sikerült, ez mindenféleképpen eredményes. Ez a szakma, én úgy gondolom, hogy a vendéglátás itt emberekkel találkoznak, emberekkel foglalkoznak, aki ebben szeret részt venni, szeret foglalkozni másokkal, szeret örömet okozni, kapcsolatot tartani, jó a hozzáállás ezekhez a dolgokhoz, mindenféleképpen érdemes belevágni. Én úgy gondolom, hogy a vendéglátás, bár most ez a pandémia alatt nem kifejezetten az a dolog, ami nagyon jól működik, de egy nagyon munkaképes dolog. Tehát ezzel végeznek, ezt elsajátítják, később bárhol, bármikor megállják őket a vendéglátásban. A harmadik helyezett pedig a Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképző iskolájának csapata lett. Ők a szociális gondozó és ápolók munkáját, a szakma szépségeit tárják az érdeklődők elé. Mivel a szakmánk lényege az empátia és az érzelem, ezért mi az érzelmekre próbáltunk meghatni, hiszen aki szociális gondozó és ápoló emberekkel foglalkozik, annak mindenképpen érzékenynek kell lennie, hiszen ez a segítő szakmának a lényege. Egyre kevesebben jelentkeznek erre a segítő szakmára. Láthatjuk, ugye országosan is az egészségügyi és szociális dolgozók egyre kevesebben vannak, úgyhogy nagyon örültünk ennek a pályázatnak, hogy egy kicsit a nyolcadikosok körébe, fiatalok körébe tudjuk népszerűsíteni ezt a szakmát. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara egy videópályázatot hirdetett a megye szakmát tanuló középiskolásai között. Azt kértük tőlük, hogy az általuk választott és tanult szakmát mutassák be a lehető legötletesebben, legkreatívabban, és zsűrizésnél ezeket a szempontokat is néztük, illetve azt is néztük még a zsűrizésnél, hogy milyen a kisfilm elkészítési technikája,
mennyire részletes, mennyire élvezhető. Három tagú zsűri értékelte ezeket a munkákat. Az egyik zsűritag a pályaorientációs kolléganőnk volt, másik zsűritagként felkértük a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárját, Dömötör Csaba kancellár urat, illetve a harmadik zsűritag én voltam. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatára 15 mű érkezett, és összesen 45 tanuló vett részt a videók elkészítésében. A legjobb pályaműveket modern technológiai eszközökkel honorálták a szervezők. A nyertes csapat minden tagja egy-egy tabletet kapott.